életre valók. Egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat, akiknek a foglalkozások nem pusztán a hivatások, hanem mondhatjuk akár a szenvedélyük, akik nem csak saját magukkal törődnek, hanem másokkal is. És hogyha nehéz helyzetbe sodorja őket az élet, akkor a megoldásra fókuszálunk, és nem a problémára. És ma a szekszárdi Borvidékről egy borásszal beszélgetek, akinek egy egész kúriája és óriási álmai voltak, amik azóta valóra is váltak. Bodri István, szeretettel köszöntelek. Köszönöm és köszöntelek. És csapjunk bele a közepébe, majd utána beszélünk arról, hogy lettél borász, de mi az, amit most, ma, jelenleg a legjobban szeretsz az életedben? Hát ugyanez a szőlő és a bor, ez van az életem középpontjával, és ott vannak mellette még az unokáim. Már unokáid is vannak? Igen, 5 unokám van. Van egy 3-as sikercsapat, Orsi lányomtól, és van egy 2-es csapat, de nem ikrek, ők a Zsófi lányomnak a gyereke, egy fiú és egy lány. És a kis István, vagy Pistike, nem tudom, hogy szólítottak, kiskorában milyen módon kötődött a szőlőhöz és a borhoz? Tehát voltak-e már gyökerei annak, hogy te ma itt vagy? Hát én mindig szoktam mondani, hogy 4 éves koromban járok a szőlőbe, vagy a szüleimmel, vagy a nagyszüleimmel mentem oda ki, és az iskolai szünetekben, amikor anyám még édesanyák nem értek rá, akkor a nagyszülőkkel a szőlőmunkát tanulva, a szőlőmunkát játszva próbáltak ott vigyázni rám. És akkor innen teljesen egyenes út vezetett a borászathoz? Nem volt egyenes út, de azért az út meg volt előre határozva, ki volt kövezve szerintem. A kamaszkoromban nem szerettem a szőlőt, a korai kelések, a nagyon hajnali munkák azért nem álltak közel hozzám. És 25 éves koromra érettem meg arra, hogy a hajnali keléseket is megszeretve egyre jobban szeressem a szőlőt, és egyre jobban vegyek részt a munkába, és 25 éves koromtól már a családi gazdaság bort is készítettem. És ugye ehhez az is hozzájárult, hogy közben valamikor, azt nem tudom, hogy mikor, hogy mesélted korábban, a régi családi szőlőnek egy részét is sikerült visszavásárolni, ha jól tudom. Igen, több rétű ez a dolog. Először is nagyon fontos volt az, hogy én ballagásra nagyapámtól az aranygyűrű helyett szőlőt kaptam, egy 404 szögörös kadarka területet kaptam, amit aztán én telepítettem be nagyapai és szülői segítséggel. És akkor mire 25 éves lettem, akkor úgy gondoltam, hogy ez a szőlővel a foglalkozás tényleg a részemmé válik. Nagyon-nagyon szerettem, imádtam a szőlőt, imádtam bort készíteni. Mondjuk akkor még nem lehetett ebből megélni, hogy egy jó pár évig más munkát kellett végeznem, és a munkaidő után meg hétvégente végeztük el szüleimmel, testvéremmel ezt a kis gazdasági irányítást, kis gazdasági tevékenységet. Mekkora területen és honnan voltak ezek a szőlők? Ugye említetted, hogy kaptál egyszer ballagásra egy bizonyos területet, és utána hogyan gyarapodtak ezek a szőlők? Igen, a családi terület az most 5 hektárra duzzadt már, ebből a 404 szögölből, plusz még 2004 szögölből, ami édesanyáméké volt, ebből összesen 5 hektárnyi területre duzzadtunk, és itt gazdálkodik még édesanyám és édesapám, aki anyám az 80 éves volt idén, apám meg 87 lesz, és én meg úgy gondoltam 90-es évek végén, hogy lehet, hogy nekem tovább kéne lépni, és nagyobb területen szeretnék gazdálkodni, és akkor elkezdtem felvásárolni faluhely dűlőben területeket, ilyen kárpótlásból vásárolt íregen területeket, ahol 3-4 olyan területünk is volt, ami régi családi nagyapámnak a szőlője volt, akkor a apám nagybátyának a szőlője volt, és itt most ez a terület, amit felvásároltunk, már ilyen 150 hektár adozzat, ami egy része szekszárdi, másik része bátiszéki terület. De van egy érdekesség a felvásárolt területekben, Gurovica dőlő, ami a gyerekkori emléket idézi vissza, ott volt egy nátkunyhós kis tanya, és a nátkunyhós tanyába pihentem én ebéd után, és nagyapám a gurovicai szőlőt művelte a területen. És ez van még? Létezik még ez a kis tanya, vagy ez már nem létezik? Hát ez nem létezik, mert a TSZ mikor megalakultak, a kötelező volt beszolgáltatni a szőlőt, és egy nagy meliorációs munkával az egészet széttúrták, nem csak a miénket, a másik tanyákat is, és oda új telepítést teljesítettek, és ennek a területnek a megvásárlásával kerültem vissza itt még birtokba, de úgy gondolom, hogy az emlékek azért köteleznek, hogy ezt műveljük.
hogy találtad ki, hogy milyen bort készíts? Tehát, hogy milyen fajtát szerettél volna készíteni, vagy adott volt hozzá szőlő, fehéret, vöröset? Hát a családi gazdaságban, apámé területén ott mindig megbeszéltük, hogy mi legyen a telepítés, következő telepítés, de mindig kellett, hogy kadarkánk legyen, mindig kellett, hogy legyen fehérből olaszrizling, és a kék frankos és a cabernet is fontos eleme volt a repertoárnak. De a falu egy dűlőben, amikor elkezdtem ezt az új birtok építését, ott már tudományosabban próbáltuk ezt összerakni. Itt is kellett kadarka mindenképpen, kellett kék frankos, és kellett három bordói fajta cabernet, a cabernet sauvignon merlot, és kellett még egy kis fehér sauvignon blanc, és ami nálunk esetben sauvignon blanc és olasz rizling. Azért kellett öt fajtát legalább a kék szőlőből, hogy legyen bikavért lehessen készíteni, aminek mindegyik alkotó része nálunk a kadarka, a képfrank és a három bordói fajta. Ugye a hobbi borászt, a profi borásztól tulajdonképpen azt különbözteti meg, hogy egyszer csak ugye többen kóstolják a borait, egyszer csak többeknek elkezd ízleni, aztán egyszer csak elkezdik mondjuk azt akár díjazni. Mikor adatálod azt, amikor az első olyan borait készültek, amire már többen azt mondták, hogy hú, ezek nagyon jó borok, és amikor már ennek a dicsérete megérkezett hivatalos helyekről is, amikor mondjuk már érmet is kaptál? Hát a legelső fontos dátum 2003, ekkor terem először Faluegyőlőben a mostani Bodri Pincészetnek a szülője. Ebből készülnek a borok, 2005-ben kerülnek ezek megméretetésre külföldi borvereségen, Franciaországban, a Csenes-Duvinen. Itt kapunk aranyezést és bronzérmeket már. Ettől van az érem kezdet a pincészetnél. Viszont ezek a borok 2007-re érnek be, és ekkor kerülnek be áruházláncokba, éttermekbe, és akkor már egy nagyobb számmal, 50-60 ezer palackkal indulunk neki az évnek, hogy ezt a borot el kell adni. Ugye az egy dolog, hogy mondja valaki, hogy de jó a borod, és akkor amikor kapsz egy ilyen hivatalos elismerést, emlékszel arra, hogy milyen érzés volt, amikor megkaptad az elsőt? Hát nagyon érzés volt, és kiabálni szerettem volna, hogy itt az első, mert mindenki erre vágyik, hogy egyet kapjon, utána mindig arra vágyik, hogy még többet kapjon. Tehát nagyon, nagyon felemre érzés volt, és pont a Takter Feri is, és a tűzkőbirtok is kapott egy érmet, és megbeszéltük gyorsan telefonon még az első hírnél, hogy gyorsan valami újságcikket is jelentettünk meg ezzel kapcsolatban, és ez meg is történt. Ugye megkaptad az elismeréseket, de te itt nem álltál meg, nem csak a boroknak a minőségében, mennyiségében, hanem további terveket szőttél, hiszen ha ma megnézzük a te birtokodat, akkor ott nagyon sok minden van. Ezek milyen fázisban követték egymást ezek a fejlesztések? Hát én úgy gondoltam akkor a 90-es évek végén, 99-ben, hogy először szőlőt kéne telepíteni, majd a szőlőtelepítés mire teremadéra borfeldolgozót kéne építeni, és ez így is történt. És a borfeldolgozás során meg az egy kóstolóhelyet ki kell alakítani. A kóstolja kialakítás után jött az étkezés lehetőség és szoba lehetősége, mert a kóstolóvendég éhes lesz, majd megfárad, le kell, hogy feküdjön, és így lépésről lépésre haladtunk, és a terület vásárlásával pedig így a szőlőterület is nagyobb lett, és a mennyiség is, a bormennyiség is növekedett. Ahogy mondtam, most 150 hektáron saját területen gazdálkodunk, plusz még egy 20 hektár béret részünk van. Ez, ha most kiszámolnám, és teljes kapacitással csak palackokból készíteni belőle, ez 2 millió palackot jelent. De ennyire még nem tartunk. Most ilyen 600 ezer palasznál tartunk a mostani évben, úgy gondolom. Hogyha belegondolunk abba, hogy milyen fantasztikus utat tettél meg ebben a sikerben, vagy hogy ilyen nagyon precíziósan tudtál mindent egymáshoz tenni, abba belejátszott az is, hogy ugye te jogász is vagy, közgazdász is vagy, tehát értesz a marketinghez is, tehát hogy picit úgy látom, hogy tudsz rendszerbe gondolkodni. Mennyire kulcsa a te tudásod és tapasztalatod ennek a sikernek? Hát azóta talán a szerencsém, hogy piciből indultam, és a kicsi dolgokon tanultam meg a jogász és közgazdász ismeréseknek köszönhetően, hogyan kell nagyobbnak lenni. És az út folyamatos volt, mindig növekedtünk, és a mennyiség is nőtt, és így könnyebb volt talán megtanulni, mintha egybe belecsöppentem volna egy nagyon nagy gazdaságba, egy nagyon nagy üzletmenetbe. Ugye ezen az úton nyilván most a sikerekről már beszéltünk, de nyilván az ember kudarcok és sikerek útvesztőjén keresztül halad az útján. Te hogyan kezeled a kudarcokat, vagy a nehézségeket? Mit csinálsz, amikor jön hirtelen egy sok, történik valami, akár a terméssel, akár az üzletben, akár a családban, bárhol?
Hát én úgy dolgozom, vagy úgy végzem a munkát, hogyha kudarc van, szerencsé nem sok van, akkor gyorsan megoldom a problémát, vagy megoldjuk a problémát, mert ezek közösen a kollégáimmal azért könnyebb, mint saját magam, és utána megkeressük az okot. És az okot utána kiküszöböljük, hogy még egyszer ilyen probléma ne lehessen. Tehát így próbálom, hogy ez a legjobb megoldás. És ugye te ma egy viszonylag jelentős számú emberrel dolgozol együtt. Hány ember van az irányításod alatt? Hát 50 fő a létszámunk, és ennek durván a fele a vendéglátás, fele pedig a pincészet, és ehhez jönnek még hozzá a szőlőmunkások, akik a szőlőinket művelik. Tehát most, ha összeszámolom, mert majdnem 100 családnak adok munkát, azért ez nagyon, nagyon sok, és arra mondjuk büszke vagyok, hogy ez a 100 család sose kapta meg később a fizetését, mint ahogy kellett volna. Milyen vezetőnek tartottam magad? Hát ezt talán kollégáim döntik, én milyen vezető vagyok. Az biztos, hogy magamról azt mondom, hogy határozott vagyok, és talán egy picit katonás is, ezt mondják kollégáim, de szociális is vagyok, tehát úgy gondolom, hogy megértem a problémákat, és abban is próbálok segíteni, minél előbb oldódjanak azok is meg. Rengeteget dolgozol, és ugye elmeséled nekem nagyjából egy-egy napodat, és hát az hajnalba indul és éjszaka ér véget. De ahogy mondtad, ha otthon vagy, akkor az fontos eleme, hogy napjában legalább kétszer kijársz a szőlőbe, tehát úgy körbe sétálsz, megnézed a birtokot. Igen, a faluhelyi dűlő, Gurulica dűlő, az ott van a birtok központban, ez durván, ez egy 40 hektáros terület, amihez hozzácsapódik még talán 30 hektárnyi erdő, legelő, gyep, meg a vendégházas rész. Itt ezt egy nap reggel általában autóval gyorsan körbe szaladom, még 8 óra előtt, és utána pedig, ha otthon vagyok, akkor ebéd után, vagy késő délután még gyalog körbe járom ezt a durva 70 hektáros területet, és akkor így mindent szemmel tudok követni, nyomozó kísérni, és így könnyebb a gazdaság irányítani. Habár a kollégáim nagyon-nagyon jó szakemberek, és bevontam már a családba lányomat is, munkába, családi munkába, lányomat, és aki most éppen egyesen van, de dolgozott sokat a marketingben, logisztikában, és a vejem is ott dolgozott nálunk, ő a borászszőlész szakember a csapatban. Ugye te egy szervezetnek a csúcsán vagy, ma még, vagy ma is ugyanúgy kimész, hogyha szüret van? Tehát, hogy a minden egyes munkálatnál azért szereted, hogyha rajta van a szemed, hogy mi történik, vagy oda vágyódsz, hogy azért lásd, vagy már működnek nélküled is önjáróan a dolgok? Működnek nélkül önjáróan a dolgok, de mindig szívesen megnézem. Ha van időm, már is otthon vagyok, és nem egyéb más dolgokat intézem, akkor nagyon szívesen kimegyek, megnézem. De már nem csak a születet megnézem, a hegyszén is megnézem a zöld munkát. Ilyenkor, ha ráérek, akkor vejemmel egyet kimegyek, és megnézem a szőlőterületeket. Ugyanúgy belefolyok a vendéglátási részbe is, tehát ha otthon vagyok és tehetem, akkor tartok borkóstolókat is. Sőt, ha mondjuk direkt engem kér valamelyik csoport, akkor próbálom szabaddá tenni magam, és megmutatni nekik a borainkat, pincét, esetleg a birtokot is mondjuk gyalogtúrával. Ugye te a szőlőből bor készítésnek az összes folyamatát ismered. Tehát, hogyha odamész valahol és látod, hogy mi történik, akkor neked gondolom azonnal rááll a szemed arra, ha valami nem úgy működik. Ha véletlenül nem úgy csinálják, akkor azért úgy hajlamos, hogy oda morranni, hogy na, azt azért nem így kéne csinálni. Nem is morranni, de biztos megteszem a megjegyzést, de szerencsére nem sok ilyen van, hogy nekem oda kell szólnom, és valami probléma adódik. De akkor, ha ilyen lenne, akkor megkérdezem, vagy ilyen van, akkor megkérdezem, hogy miért így van ez, miért olyan, miért nem úgy van. Tehát legalább látják, hogy figyelnek, ez is fontos, hogy az ember oda nézzen és valamit hozzászóljon. Ugye nagyon sok a dolgod, ahogy elmondtad, és vannak a gyerekek, vannak az unokák, tehát van a család is. Van-e szabad időd, és hogyha van egy kis szabad időd, akkor azt mivel szereted tölteni? Hát a szabad időmben körbejárom a szőlőt, azért szabad időben szeretek borokat kóstolni, néha-néha azért elmegyünk más borvidékre, esetleg külföldre is szintén borokat kóstolni. És akkor szoktam, 2-3 hetente a feleségével lemegyünk Harkányba, egy jó harkányi füldés a csontodnak ilyenkor, ebbe akkor már jót tesz a harkányi melegvíz. És akkor persze, ha tehetem, akkor elmegyek a siklósi barátaimhoz, és iszunk egy jó fehér föccset a kellemes ételek mellé.
hogy említetted a vődet, aki részt vesz az üzletben, a lányodat, az unokák, még picik, de őket is próbálod e felé terelni, vagy megismertetni a szőlővel, borral? Igen, igen. Hát ők már tudják, hogy a bohára bó van, a bor helyett bót mondanak, és már mivel 2,5 évesek elmondtak, már 2-szer voltak születelni, tehát mindegyik unokám, az 5-ből 4 már volt születelni, a kisebbik még csak 5 hónapos, tehát ő nem lehetett. És így szerintem belefognak játékosan tanulni, belefognak szokni ebbe a munkába, ebbe a szőlős életbe. És a terv az egyébként, hogy a egyik lejjem meg a lányom már be van mondva a gazdaságban, idővel talán a másik vejemezés a másik lányt be tudjuk vonni a munkába. Őnek is mindegyiknek van más munkájuk, de lehet, hogy egyszer csatlakoznak hozzánk. Voltak, vannak az életedben olyan emberek, akár példaképek, akár példaértékű emberek, akiktől tanultál, akiktől hoztál egy-egy mondatot, gondolatot, hogy is kéne csinálni ezt az életnevű kalandot? Hát így, most így példaképem apám mondjuk, de úgy szakmai példaképem nincsen. Mindenkitől, amit lehetett, ellestem, vagy megkérdeztem azokat, amik fontosak lennének az én számomra. És hozzáadtam a saját magam tudását, és így alakult ki a... Haladsz a korral? Tehát az a... ugye jönnek ezek a... főleg külföldről halljuk, jönnek ezek az új fajta stílusok, hogy legyenek kicsit könnyedebbek, gyümölcsösebbek a borok, tehát hogy talán bizonyos trendek esetleg begyűrűznek, tehát odafigyelsz arra, hogy mi az, amit az emberek keresnek, szeretnek, vagy te azt csináld, amiben te biztos vagy, és amit te szeretsz? Hát itt mindig nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a trendeket, a fogyasztók fogyasztják a borékat, ők veszik meg, tehát az ő szokásaikat figyelembe kell venni, viszont azt is tudomást kell venni, hogy Szekszárd milyen borvidék, azt tudom, hogy milyen az évjárat, mert hiába akarok egy nagy testű vörösbor készíteni egy olyan évre, amikor nem lesz az. De amikor nagyon nagy testű évek, 17-es, 18-as év, nagyon szép évek voltak, akkor például inkább azt mondjuk, hogy lesz könnyed bor is, de most készítünk több testesebb, robosztusabb vörösbor alapanyagot, mert ebből lehet, hogy 2 évig nem lesz. Tehát ki kell tartani ennek a következő 5 évre előre már. Tehát sok minden meghatározza, a trend is meghatározza, de az évet is meghatározza, hogy hogyan, miképp dolgozunk, milyen bort készítsünk. Kiváló boraid vannak, és kiváló séfed van. Van-e kedvenc ételborpárosításod? Hát igen. A marhapofa, szarvasgombás marhapofa, hagymatortán, egy nagyon jó vörös ból, a Gurovica Dőlőbőr Szálvador 2013-as évetű Gurovica válogatással. Úgyhogy ez a kedvenc ételem és a kedvenc borom. Az sem baj egyébként, ha nincs hozzá bor az ételhez, vagy nincs hozzá a borhoz étel. Mindig külön is el tudom fogyasztani, de a kettőnek az összhangja az igazi csúcs számomra. Elképesztően elszalad az idő, amikor az ember jót beszélget. Úgyhogy hát így végezetül, de egy záró gondolatként azt szeretném tőled kérdezni, hogy hova tartasz, mert én nagyon érdekes hírekről hallottam, hogy mikre készülsz, de a következő 4-5 évben mi az, amit szeretnél megvalósítani? Tehát, hogyha mondjuk 5 év múlva ugyanitt leülünk, akkor mi az, amiről szeretnél nekem beszámolni? Család, munka, birtok? Család. Feleségemmel szeretnénk még egy unokát, 6. unokát, és meg van beszélve a kisebbik lányok, hogy ők is belehúznak, és akkor 6 unokával fogunk élni, úgy gondolom. Szeretném, ha az egész család kint élne a birtokon, és ez talán 5-6 évvel megvalósul. Szőlőkbe úgy gondolom bővülni nem szeretnénk már, de ezt most feleségem utóbbi 10 évben sokszor elmondtam, de úgy gondolom, hogy nagy mértékben nem bővülünk szőlőbe. Palacszám mindenképpen szeretném bővülni, hát ahogy mondtam, engedi a mennyiség egészen 2 millió palackig. Vendéglátásban szeretnénk nagyon-nagyon jó vendéglátást a birtokon, és kacsingatunk egy külföldi étteremben Floridában, ahol ennek kapcsán, az étterem kapcsán a boldog borok betörhetnének az amerikai piacra. Ez a jövő. Akkor én remélem, hogy egy picit hamarabb fogunk tudni arról beszámolni, erről a külföldi bizniszről, mint hogy legközelebb leüljünk. Úgyhogy mindezekhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Köszönöm, itt lehettem. Köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, és legyenek velünk legközelebb is, viszontlátásra.